dobott pénzként nézni az öngondoskodásra szánt összegre, az olyan, mintha az ember a jövőt dobná ki. A magyarországi generáció korfáját tekintve, ugye azt lehet látni, hogy azt mondhatjuk szinte, hogy a jövő a nyugdíjasoké Magyarországon. Tehát ugye azért nagyon sokan leszünk együtt idősek. Nyilván az nem várja, aki nem készül, aki látja, hogy számára méltatlan lesz az egész nyugdíjas lét, aki nem volt elég tudatos. Az ember a nyugdíjas éveit azt a 30-as, 40-es éveiben készíti elő. 70%-nál is többen értenek egyet azzal, hogy az állami nyugdíj ahhoz képest sokkal alacsonyabb, mint amit ők megérdemelnének. A jelentkezők megnézhették a jövőt egy VR szemüvegen keresztül. Én is felraktam ezt a szemüveget, kipróbáltam. Mire vágyunk és mi történünk leginkább nyugdíjasként? Ez azért kezd beépülni a kultúránkba, kezd egyre fontosabbá válni az, hogy igen, hozzászoktunk ahhoz, hogy ha el szeretnénk érni valamilyen célt, akkor ahhoz érdemes félretenni és érdemes előre gondolkodni.